Kánikula, asszály, korlátozás a vízfogyasztásban, ezekről olvasni a hírekben, akár itthonról, akár külföldről, mostanában. A pécsi vízszolgáltató cégnél azt mondják, biztosított az ellátás, nem kell korlátozásra számítani a Baranyai megyeszékhelyen. Most jelenleg olyan kb. 10-15%-kal több vizet igényel a lakosság, az ellátási terület, tehát 23-24 ezer köbméternél tartunk. Jelenleg én azt gondolom, hogy ha csak nem lesz valahol csőtörés, ami ugye akadályozhatja a vízellátást, akkor mi zavartalanul vízkorlátozás nélkül fogjuk tudni biztosítani a víziközmi szolgáltatást. Naponta kell ezt a 23-24 ezer köbmétert az ivóvízhálózatba juttatni. A kánikulai hét közepén, június 29-én regisztrálta a társaság idén eddig a legmagasabb értéket. Ekkor több mint 28 ezer köbméternyi, vagyis 28 millió liter ivóvizet fogyasztottunk el Pécsen és környékén. A vízellátás biztonságát nem befolyásolja jelentősen az esőmentes idő sem. Több helyről, még Mohácsról is érkezik víz a rendszerbe. Négy vízbázisból kapjuk a vizet, ugye van a Pellérdi és a Tortyogai vízbázisunk, ezek ilyen szempontból az időjárás szempontjával függetlenek, van Kassz vízbázisunk, a Tettye, az már függ az időjárástól, és igen, kapunk a Dunántúli regionális vízműtől is, ami a mohácsi parti szűrési kutakból érkezik távvezetékkel. A Tettye forrásház Pécs mellett több kis településen is szolgáltat. Közel 200 ezer ember napi vízellátását biztosítja a társaság.